Üdvözlet mindenkinek! A mai napon a hosszas várakozás, és itt szó szerint kell érteni a hosszas várakozást, után megérkezett Pikó Poznani másodosztályi kocsiját fogom nektek közelebbről bemutatni, és megnézni, hogy mit kapunk a gyártótól. A modell a szokásos Pikó Expert dobozban érkezik. Hát alapvetően egy elég jól összerakott kis dobozról beszélünk. Biztosan tartja a járművet. Maga ugye ez a kis átlátszó műanyag van, egy ilyen kis betétünk van, illetve ott hátul van egy szétszerelési rajz, illetve egy ilyen kis Pikó brosúra startszettekkel és egyéb jóságokkal. A kiszedéshez egy picit itt ezt a részt itt meg kell pattintani, és akkor úgy kijön a kocsi, és itt is van a jármű. Nézzük is meg közelebbről a kocsit. A Pikó ezzel a kocsival egy elég magas labdát csapott le, hiszen már korábban kijött a PKP és lengyel festésű járművekkel, azokból több széria is kijött. A régebbi PKP és negyedik korszakos kivitelbe az újabb zöld, illetve a legújabb festési variánsú ilyen lilás, világos színű verziókat is kihozta már. És hát megmondom őszintén, hogy nagyon régóta vártam arra, hogy ezt a magyar kocsit is kihozza. Pikó szép munkát végzett szerintem. Maga a kocsi formailag helyes, a nagyobb főbb befoglaló méretei a járműnek a stimmelnek. Én nem vettem elő tolómérőt, mert nagyon jól hozza az eredeti kocsinak a jellegzetes vonásait, ugye a trapéz alakú tetőt, itt a lecsapást a végén, illetve a klasszikus, jellegzetes, szögletes belsejű ablakokat is. Nekem kifejezetten tetszik ez a megoldás, hogy eleve magában a kaszniban van a keret külső része, és az átlátszó műanyag rész, ami itt ugye be van tévezve, van még ugye rátamponozva külön ugye a lehúzható szárny, egy picit vastagabban. Ez egy nagyon jó megoldás arra, hogy leképezzék az eredeti kocsik ablakait. A kocsi végeknél is szép munkát végzett a gyártó. Igazándiból annyi róható fel neki, hogy a kis átjáró trepni az nem lehajtható, illetve hogy az ütközők azok fixek. Viszont bent a festés az jól sikerült, nagyon jól eltalálta a kis lekerekítéseket és különböző formai sajátosságait itt a jármű végének. Aztán, ha tovább megyünk, a tetőszellőzők azok pontosan el vannak találva, a magyar kocsijának megfelelő helyen vannak, ugye azért fontos, mert ugye jellemzően föntről nézzük a járműveket, ugye egy szembetűnő különbség az, hogyha valami nem klappol. Érdemes még megnézni az ajtót, szerintem jól sikerült. Nekem egy picit jobban tetszik ez a fajta megoldás, mint a Herisé vagy az NME-é. Az NME-nél talán egy picit fönt van itt az ablak, és ott a tamponozással egy kicsit olyan furán hat az egész. A Heris az meg gyakorlatilag teljesen elrontotta itt az ajtót is annak környékét, nem csak festésileg, hanem hogyha egymás mellé tesszük, ott látszik, hogy valahogy ott egy picit boomfordiak lettek itt az ajtót körülvevő ilyen kis elemek. Kapaszkodó is szép filigrán darab, ez gyárilag föl van rakva a kocsira, nem úgy, mint a Herisnél. A lépcsőket is jól eltalálta a gyártó, ez a három részes lépcső van a magyar kocsin, és a kialakítása is megegyezik így szemre a mávos járműjével. Ahol van egy kis turpisság, az magának a kocsinak az alváza. Itt a Pikó nem csinálta meg a magyar kocsinak megfelelő alvázmódosítást. Ami különbségek vannak, itt a folyosó felüli oldalon az alvázdobozok. Az akkumulátorláda helyileg jó helyen van, viszont maga az akkumulátorládának ez az előlapja, ez a magyar kocsin, ez máshogy néz ki. Itt van ez az elektromos doboz, ez a fűtésnek a doboza. Ennek a doboznak ennek valahol itt kéne lennie, tehát itt ez itt van egy kis eltérés. Illetve ami még eltérés, az a féknemváltók és a fékszerepnek a különböző kis műtyűrjei, ezek is máshol vannak a magyar kocsin. A túloldalt is van különbség, itt hiányzik egy kis pici dobozka, illetve ugye szintén a féknemváltó és a fékberendezéseknek a kis dolgai azok nincsenek jó helyen.
Hogy maga a forgóváz nagyon jól el van találva, klasszikus Opole 4 ANC forgóvázat nagyon jól sikerült a Picónak lemodellezni, nekem tetszik ez a megvalósítás, könnyen fut, könnyen fordul, nem akad sehol, nincsenek ilyen siklós gondjai, mint például a Harrisnek, és ugye úgy van megoldva, itt talán látszik is, hogy itt alul van egy ilyen kis bemarás a kerekeknek, hogyha esetleg nem teljesen sík pályán közlekedik, akkor a nyomkarima az nem ér bele az alvázába a kocsinak. Jól vannak megoldva rajta a kis kígyózásgátló pálcák, illetve ezek a kis csillapító dolgok, valamint a generátor is megfelelő helyen van, és megfelelő kinézettel rendelkezik. A kocsi kurszkuplung kinematikával van ellátva, nagyon jól működik ez a dolog. Egyenesben közel húzza, ívekben pedig kellőképpen eltávolítja a járműveket egymástól. Komolyabb problémát én nem tapasztaltam, ugye a lengyel kocsik vannak meg, azok gyakorlatilag bárhol, bármivel elmennek. Soha nem volt velük ilyen probléma, úgyhogy nagyon jó munkát végzett ilyen téren a gyártó, a Picó. Festésileg is egy szép munkával van dolgunk. Igazándiból ugye a kocsi a negyedik korszakos kivitelt modellezi, ennek megfelelően még világos színű a tető, illetve fehérek itt a feliratok. Komolyabb maszkolási gondot én nem láttam. Még közelről nézve is szépek, kontúrosak a maszkolási határok. Egyedül itt a oldalsó szürke sávnál van egy nagyon-nagyon halvány kis színátfedés itt a végeknél, hát itt gondolom azzal, hogy itt befestettek ugye a kis kapaszkodó alatt ebbe a kis mélyedésbe, nem tudták újra tenni a sablont, és azért itt a végek fele egy picit kevésbé kontúros a festés. Olyan problémát, mint az NME kocsiainál, hogy itt a felső részen is voltak masszatolások, ilyet én nem találtam. Tamponozása is a kocsinak nagyon szépen sikerült, apró, vékony feliratok vannak rajta gyakorlatilag mindenhol. Olvashatóak, hogyha közelebbről is megnézzük, akkor is látszik rajta, hogy egy minőségi munkát végzett a gyártó. Az alvázra is jutottak, ugye itt a féknemváltókon kívül, még ide az akkumulátorra fölkerült a lúgos felirat, illetve, mint mondtam, itt a forgóvázon is ott van a forgóváz tengelytávolságának a kis fehér felirata. Amit a Picó kocsijánál sajnálok, az, hogy ugye BMO, tehát még a régebbi megjelöléssel jött ki, ugye a negyedik korszakos a kocsi, viszont azt érdemes tudni, hogy 1985-86-tól kezdve kezdték el a kocsikról ezt a középső M megjelölést eltüntetni, és onnantól lettek ugye BO-k, AO-k, illetve ugye csak simán B-k, A-k a különböző gyorsvonati kocsik. Addig viszont a kocsik érkezésétől kezdve, ugye ez a 78-79-ben érkezett ez a típus a MÁV-hoz, attól ugye 85-86-ig ugye ez az M betű még ott volt. Lehetett volna csinálni olyan kocsit is, ami sima BO, viszont negyedik korszakos, ami azért lett volna talán egy picit jobb választás, mert ilyen világos tetővel futottak még a 90-es évek elején, sőt még közepén is a kocsik, így az a kocsi elment volna ötödik korszakos járműnek is. A kocsi revdátuma egyébként 1985-ös, úgyhogy ez még pont az a határeset, aminél még ugye ez az M betű itt volt. A különböző források ilyen 86-87-et írnak, ahonnan már biztosan M betű nélkül jöttek ki a fővizsgákról a kocsik. Ugye Békés Csabai honállomású egyébként a kocsi, és a 161-es pályaszámú járműről készítette a modelljét a Picó. Ami még furcsa volt, az itt a tamponozásnál ugye a másodosztály feliratok, itt meg a másik oldalt, hogy egy picit úgy tűnt, hogy lejjebb vannak, viszont nézegettem képeket ilyen kocsikról, és tényleg itt az ablakosztás vonalába, vagy a közelbe volt a legtöbb kocsinál így a másodosztálynak a kettesnek az alja, úgyhogy valószínűleg ez stimmel. A kocsi tetejét is, itt ugye
ez a világos szürke sáv, hogy meddig van lehúzva. Nekem ez jobban tetszik. Megmondom őszintén, én olyat, ami annyira le volt húzva ez a szürke, mint a Harris kocsiján, nem láttam. És az eredeti képeken, amik a 70-es évek végén készültek, ott se láttam olyan kocsit, amin eredeti verzióban ez annyira le lett volna húzva. Szerintem ez a korrekt megvalósítása itt ennek a részletének a járműnek. Ami egyébként egy negatív dolog, az sajnos minden Pico Expert kocsinál jelentkezik, ez a belsőnek a egyszerűbb kivitele, illetve festetlensége, ez a kocsi sem kivétel alóra. Ugyan ki van dolgozva a kocsinak a belső berendezése, viszont ez festetlen, tehát a Harris kocsival, illetve az elemével ellentétben ugye egy egyszínű, ilyen világos bézs színű belseje van a kocsinak. Hát ezzel meg kell tanulni együtt élni. Hogyha világítást szeretnénk belerakni, akkor érdemes az üléseket kifesteni ilyen bordó színűre, ugye ilyen színűek voltak a kocsiba, és már az nagyot tud rajta dobni. Illetve magát ugye a padlót, az pedig egy ilyen sötétebb, ilyen szürkés, barnás valami szín van az eredeti nagyvasúti kocsikban. De világítás nélkül annyira nem feltűnő a dolog, hogy nem színezett a belseje. Hát ez sajnos minden Pico Expert kocsinak a hátránya, hogy ez nincs így megoldva. Árban ezek a kocsik 22.200 forintba kerülnek, ami nagyjából a két másik konkurencia közé lövi be a Pico járműveit. Ugye az NMJ kocsi az ilyen 27-28.000 forintos árba van, illetve ugye a Harris kocsi az 18.000 forintért ment legutoljára, amikor még kapható volt. Ezek közé érkezett a Pico. A Harrisnél minőségibb, jobb kocsi, ez tény. Egyedül ugye a belső berendezés festetlensége lehet egy pici negatívum, illetve hát annyi, hogy a fűtés-lengő kábel az itt a végén nincs megoldva. Viszont az NMJ-nél meg tényleg egy picit alapabb, tehát ott sokkal jobban ki van dolgozva sok minden, abban ugye gyárilag van egy belső világítás, sokkal kidolgozottabb a belseje is, valaki egy picit sokalja. Ugyanennyibe kerülnek egyébként az osztrák, illetve a német Eurofima kocsik is, és azokban sincs kifestett belső berendezés. És hogyha már ennyit beszéltem a konkurenciáról, akkor nézzük is meg őket, tegyük ide egymás mellé ezeket a kocsikat, először is a Harris kocsiját, ami ugyanígy pont negyedik korszakos, és pont ilyen festési variánsú, mint ez a Pico kocsi, illetve hát ugye az NMJ-ből csak a hatodik korszakos kocsik vannak, úgyhogy ide szépen fölraktam a kis asztalomra őket. Hát amiről beszéltem ugye elsősorban a Harrisnél, ez az ajtó és a környéke, ami rögtön látványos. Itt szerintem a színe se jó, mert ezeknek ilyen kalapács lakszínűnek kéne lenniük a Harris kocsiján is, illetve itt fogták is így túlfújták ezt a kis szürke színt, itt olyan helyre is került, ahova nem kellene. A Harrisnél még azt is meg lehet nézni, hogy itt a kapaszkodó bemélyedésnél, itt a fehér csík, illetve ez a szürke sáv, ez ugye nincs megcsinálva, oda nincs befestve, a Piconál és az NMJ-nél pedig ezt meg tudta oldani a gyártó. A Harrisnél a forgóvázak se stimmelnek teljesen, valamiért úgy van megoldva, hogy itt fordítva van a generátoros forgóváz, és itt ezen az oldalán van ennek a kis stabilizáló pálcának a kis lyuka, így nem lehet berakni, és a másik oldalán pont emiatt, ugye, hogyha be is rakjuk, akkor rossz irányba néz ez a dolog. A Harrisnél még az is probléma, ugye, hogy maga a forgóváz az egy katasztrofálisan sikerült darab, az ívekben szorul, és szükséges egy kis alátét beszerelése ide alá, hogy normálisan tudjon futni a kocsi. Az NMJ-nek láthatóan sokkal szebb a kivitelezése, a forgóváza egyértelműen, illetve ott a kocsi belső is sokkal jobban ki van dolgozva, részletesebb, van például kalaptartó, illetve csomagtartó is benne, illetve ugye gyárilag világítással érkezik.
Megmondom őszintén, ugye, amit mondtam, hogy formailag ez a három kocsi a kocsi szekrény formáját tekintve majdnem, hogy teljesen azonos. Lehet, hogy lehetne találni rajtuk ilyen 10 mm-es vagy 100 mm-es különbségeket, én ebbe annyira nem mentem bele. Ami viszont nekem kifejezetten tetszik a Picoba, itt hogyha megnézzük az elemét, illetve a Harris-t, azok az ablakok, ugye ezt említettem már, hogy az a Picónál nagyon szépen sikerült, és szerintem a három kocsi közül ő adja a legjobban vissza a kocsi ablakait, illetve itt ugye az ajtónak a kialakítása, nem csak festésileg, hanem itt arányosság szempontjából is, hogyha ugye megnézzük az elemét, ugye azt mondtam, hogy itt ez a kis körbe tamponozás miatt itt az ablak fölött gyakorlatilag nem is látszik már ott az ajtónak ez a kalapácslak színe, itt a Picónál ez jól megvan oldva. Terepasztalon igazándiból az elemi és a Picó nagyjából hasonlóan teljesít, ugye a Harrisnek vannak ilyen különböző gondjai, illetve nála oda is szoktam figyelni arra, mert nem minden másik kocsival kompatibilis, vannak olyan járművek, amik mögé akasztva kicsit háklis és hajlamos siklani, főleg az ívekben. A három kocsi az most itt ár szerint növekvő sorrendben van rendezve, Harris, Picó és az NME. Igazándiból tényleg mindenki nézze meg és döntse el maga, hogy melyik az, ami jobban tetszik. Ilyet, hogy egyfajta magyar kocsiból három gyártónak is van alternatívája, ez eddig nem nagyon volt jellemző a magyar piacra. Most ez az első alkalom, hogy gyakorlatilag egy típusú kocsiból háromféle gyártó termékéből is lehet választani. A jövőre nézve nagyon remélem, hogy a Picó folytatni fogja a sort, és hogy kapunk még 5. korszakos, illetve 6. korszakos másodosztályú kocsit, illetve szerintem, ami nagyon hiányzik, az egy 4. illetve 5. korszakos első osztályú kocsi. A Picónak megvan a szerszáma, megvan hozzá mindene, hogy azt is elkészítse. Remélem jól fognak teljesíteni ezek a járművek a boltokban, és akkor úgy gondolja majd a gyártó, hogy érdemes ezekből további festési variánsokat, illetve ugye hát az első osztályt is kihozni a jövőben. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!